Tia Vivi. Sì, Oka. Del Moshot. Allora. Non so. E si sui zene. Amor. Ah, mamma. Mamma, most már meg kell mosnom a hajam. Töltött paprika, sült paprika, sült. Sült csí. Szia, Use. Sült sajt. Rántott karajt csinálok. Sült paprika. Az nem most csináltam. Szia, Bibi! A Krisztián nagyon jó. Sült paprikát. Sült paprika. Nagyon finom. Húsleves, majd petrezselymes, krumpli, máj. Az jó. A húslevest is imádom. Szia, Zsuzsanna. Köszönöm szépen. Szép napot. Köszönöm, Kriszta. Köszönöm szépen. Viszont kívánom. Nyomjad. Majd. Nem mostani. Nekem új. Köszönöm szépen, teli volt. Kedves vagy. Köszönöm. Jaj, köszönöm szépen. Köszönöm neked is, Eme. Missy 29. Jaj, Vivikém, de imádlak. Nagy takarítok, csak leültem egy cigire. Konyha, zsíroldás. Én is azt csináltam. Takarítottam, az ajtókat is lemostam, a tévét, mindent leporoltam. Na, nagyjából. Nyárra várlak titeket. Te, ó, Vivikém! Rendben van. Rendítsek. De jó, köszi. Most eszek még most ma. De már nem is bírok tovább enni. Jön a napfény, és látszik minden, aminek nem kéne. Tudom, igen. Előtérbe az ablakokat, nekem is meg kell sikálni. Itt is a két nagy ablakot megsikálom. Szerintem holnap. Adj ide a szemeli, de jaj, teli volt. De kedves faj, nagyon gyönyörű csajszi vagy, teli volt. Ó, nagyon szép faj. Csini vagy te is. Vivien is. Az Vivikém, az top modell, ott vagy nagyon. Mindjájan. Te is, teli hold. Gyönyörűek vagytok. Mindjájan. Szia, szép napot, jó itt vágyat. Köszönöm, Ildikó. Szia, itt a másik szépség. Jött a Brigi is. Szia, Brigikém. Szia, hogy vagy? Mindjájanok vagytok, mint a babák. Andrea. Andrea, Isten, csupa szép csajaim vannak, gyönyörűek. Szia, várjál, hát te is szépség vagy, mindenki szépség. Köszönöm, jó, hogy vágyam. A ma te szobsz is egy szépség. Te is egy szépség vagy. Mindjárt jó emberek vagytok itt velem. Akinek jó a lelke, jó indulatú, életvidám, jó kisugárzása van, az csak szép lehet. És ti mind azok vagytok. Szia, Szandi! Szia! És ez így igaz. Nem potyára mondom. Örülök neki. Szia, Kitty! Szia, babám! Sziasztok! Igaz, teli volt? Ez így van, ez igaz.
Jól áll nekem, Vivien? Köszönöm szépen! Már megvan egy ideje. Mindig csáhelsz, Melindám. Csáhelok. Na, azt alig bírok amúgy enni. Ja. Így van, teli hold, a szépség belülről fakad. Pontosan. Így van, én is azt mondom. Mindenki szép. Mindenkinek van szeme, szája, orra, haja. Belülről szép, csak gyönyörűnek tudja kisugározni. Igaz? Akkor ragyogsz. Jó étvágyat neked, hát sok tizenéves elbújhat. Jaj, köszönöm szépen, Natasa. Köszi, babám. Köszönöm, Földin. Nati. Zsenes Románes. Dehogy is, össze-vissza beszélek. Cigány, nem tudok. Úgy csinálom, mint aki tud. Töltött paprika. Töltött vitamin paprika töltve. Nagyon fintja. Ó, hozok már egy papírt. Ennyitok egy papírt. Tegnap voltunk a kisasszony piacon Egerbe. Ilyen jó nadrágok vannak ott. Ezt is ott vettem, ezt a gatyót. Jó, ilyen bársonyos, prüssös, olyan kényelmes. Egerbe, a kisasszony piac. Nagy piac, nem is tudtam. Komolyan mondom, nem tudtam. Olyan jó, olyan kényelmes, és szerintetek mennyiért vettem? Ó, ez is jó zene. Ah, meg kell mosnom a hajam. Egybe van állva, olyan, mint a drót. Heves megye. Szép bátyád, dolgozni van. Jön nem soká, mondta, hogy délbe hívjam fel, akkor kezdem el rántani a húst. Frissen jó. A rántott hús. Szia, Tóth Ádám. Paprikát, töltött paprikát. 2000 forintért vettem. Kereken kettő, eltaláltad? Igen, usár. Kettő. Szomszéd falu valak. Ha itt laksz, nem messze Halmajtól? De jó zene ez, jó ám. Persze, megyünk. Megyünk, Brigi! Megyünk megint ki pólóba, félmezte. Megint megfagyunk, megfázunk, göthősen jövünk haza, de megyünk! Szia, jó étvágyat, köszönöm szépen! Karácsony! Itt van, nem messze! Szíró, szíó, Melli, szia, Erzsikém! Sziasztok! Hú, még eszek egy pár falatot. Aztán szeletelem a húsit. Már hál' Istennek nem vagyunk betegek, fel kell öltözni, rendesen bundába megyek. Én is felveszem a fekete bundámat. Én is felveszem a szőrös felsőmet, a szőröset. Lakatos, Aladár, szia, ismerős vagy. Szia, biztos. Aha. Nem mondom, hogy nem. Csak most így nekem nem ugrik be. Lehet, dolgoztam étteremben is. Rácz Bent ismered. Rácz mit Bent? Benit? Nem. Jó van, oké, Brigim, majd írjál, szia, puszi! Szédesem! Gyöngyös mellett! Gyöngyös mellett! No! Hogy nyomja a rokkó? Amúgy,
nagyon finom a paprika lesülve, lesütve, sült paprika, benne a darált hús, a rizses darált hús, fűszerekkel. Nem tudom megunni. Ja, igen, Rácz Beát ismerem. Hogy ne ismerném Beát? Igen, ismerem Egerből. Nagyon szép vagy, köszönöm, Muser. Köszönöm szépen. Te fainak vagytok. Ma jól laktam. Na, ennyit ettem. Mi? Jönni akarsz ide? Halmaj! No! Halmaj! Nézd már meg! Jesszus! Yes! XXXXY! Ennénk én is egyéb. Nagyon erős a paprika. Nagyon finom. Gyere, sacikám! Mikor jössz már, saci? Igen, van gyerek. Van gyerekem. Van unokám is. 2,5 éves unokám. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen, Hans. Szia, sziasztok, szia DYK. Nyelvtörős nevetek van. Szia Dorci, szia, egyszer velünk voltál születelni Egerben. No, az lehet. Jaj, a Bea is ott. Aha, voltam. Olyan kormányra szavazzon, amelyik tűnik. Voltam, igen. Én voltam az. Igen. Szia, jó étvágyat. Köszönöm szépen, Natikám. Szia, puszi. Szia, Edina, Rubina, Vince. Szia, köszönöm szépen. Már jó is laktam. Mindig nagy éhesen elkezdek enni. Eszek egy pár falatot, és vég a dalnak. Mindig sajátba voltunk. Jaj, de szép vagy, gyerek. Jaj, de szép vagy, gyerek. Szia, drágám. Szia, Patriciám. Szia. Ez ott volt, ez a... Nekem ez volt a reggelim. De jól néz ki, mióta ettem. Töltött sült paprikát. Sült vitamin paprikát ettem most. Töltve. De csináltam töltött karalábét is, amit a Tina csatornáján néztem. És a karalábé is finom, nagyon tényleg töltve, de azt a Tina csinálta. Aztán úgy csináltam meg én is, ahogy ő a recept szerint. Nem diétázok. Ennyit tudok enni. A töltött vitamin paprikát úgy kell megcsinálni, hogy a darált húst lepirítod egy kis olajon, hagymával, lepirítod, teszel bele fokhagymát, delikátod sód borsot, jól lepirítod puhára, aztán még tejfölt is keversz bele a végén, tehetsz bele mustárt is, aztán ezt a tölteléket, ezt a darált húsos rizses tölteléket, mert rizst is kell hozzátenni, főtt rizst, ezt a darált húsos rizses húst, a vitamin paprikát ketté vágod és beletöltöd. Ketté vágdosod a paprikákat és beletöltöd ezt a darált húst, ezt a rizses darált húst. Aztán a tepsit kiolajozod, belerakod szépen a félbevágott paprikákat megtöltve, beteszed a sütőbe, megsütöd, sütöd olyan 20-25 percig, olyan 180-200 fokon, én úgy szoktam,
aztán reszelek rá sajtot, és még visszateszem 10 percre. Egy nap hányszor eszek? 2-3. Most ettem, aztán majd még később, majd valamikor eszek rántott húst. Mert majd azt fogok csinálni frissen, de csak akkor majd, hogyha éhes leszek, nem vagyok már éhes egyáltalán. Nagyon szívesen, Edinám. Na, köszönöm, jól hangzik? Na, próbáljátok ki. Meg fogod próbálni. Próbáljátok, mert olyan amúgy, mint a kelkáposzta, rakott kelnek a húsa, a darált húsia. Na, azt kell a paprikába is beletölteni, meg azt kell a karalábéba is beletölteni. Akkor tényleg mondta Tina, hogy paradicsomba is bele lehet tölteni, burgonyába is bele lehet tölteni, ki kell szedni kiskanállal a krumplit, és akkor csak ilyen kis medencét csinálsz. Mit nem adnénk a hajadért? Istenem, jaj, köszönöm szépen, másám, köszönöm. Hát most egy kicsit próbáltam szőkíteni, és kicsit most meg van száradva. Ki akartam szőkíteni, itt látszik is, látom. Ki akartam szőkíteni, de nem megy. Nem is akarok szőke hajat, már ezt már fel is adtam. Most megszáradt egy kicsit a hajam a szőkítőporttól, de helyrehozom. Még menthető. Anyósztom, nagyon szép lett a körmöm, de köszönöm szépen, Edinám. Hát, igyekeztem, hogy szép legyen, de köszönöm. Anyósom szokta így csinálni paprikával, sok sajttal. Igen. Hány kiló vagy? 60 kiló. Most 60, 60, 61. Meg 158 centi. No, köszönöm szépen, Brigittám, te is nagyon szép vagy. Húzám, csini vagy, dekoratív, csini csaj vagy, te is, Brigim. Nagyon szép vagy. Na, jobb. Sziasztok, Mása Jászmin. Hú, milyen csinos csaj vagy, te is. Nagyon szépek vagytok. Edinai. Ó, Edina, te is. Hú, de fain szőke. Ki akartam én is így szőkíteni a hajam, de látod, ugyebár nem megy. Leég a hajam, nem kiszőkül. Leég. Olyan lezé hagytam. Ó, nagyon szép szőke hajad van. De feladom. Milyen kedves arcod van. Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsanna. Köszönöm szépen. Megnézlek, Zsuzsanna. Hú, de szép vagy te is. Hú, de szép. Az a piros húzs nagyon jól áll. Szép vagy nagyon. Ó, ennyi gyönyörű csaj. Csak gyönyörű csajok vannak itt. Örülök neki nagyon. Mert belülről is szépek vagytok, nem csak kívül. Hány idősen ilyen gyönyörű vagy, akkor 18 húsz éves, hogy milyen szép lehettél. Jaj, köszönöm szépen. De faim vagy, köszönöm. Senki 0-2-0-2-0. Olyan brutális neveitek vannak amúgy. Szia, Zsamó. Szia, köszönöm szépen, puszillak. Jól vagyok, itt van Zsamó is. Másik szépség. Zsamó mindig itt van általában, mostanában, meg ott a csatlakozott mindig itt van. Andrea magyar. Jaj, te is mindig itt szoktál lenni. Szia! Szia! Szia, Leona! Jönnek a csajok, jönnek sorba, jönnek a szép csajok sorba. Ó, hát igazán nincs mi, Zsuzsanna, az igazat mondtam. Ó, szia Ramón, hát neked meg milyen szép szemed van. Azt a gyönyörű szép kék szemed van, neked is nagyon szép vagy. Tudsz mutatni olyan képet, ahol nem tudok mutatni kunmadarason. Esetleg lehet ott van kép rólam, de majd szétnézek. Szétnézek, és majd mutatok majd magamról képet, jó? Na mindenképpen fogok majd szerezni.
Szia, üdv, nagyon szép vagy, és jól tartod magad, kedves is vagy. Jaj, köszönöm szépen, Anitám, köszönöm. Oh. Anita is, nézzétek meg, Anita 24, KK0, és milyen gyönyörű. Nézzétek meg, ő is milyen szép. Amúgy a nevünk egy, a színünk és a szemünk is egyforma. Tényleg? Hajszínünk, szemünk, nevünk. És tényleg, Melinda, pusoma. Igaz. Azt, amilyen szép vagy. Igaz. Tényleg. Hány éves vagyok? 42. 42 éves vagyok. Van két gyerekem, van egy unokám. Szia, Szilvi! Te van kedves, hogy mindenkivel sugárz bőle, kedvesség. Köszönöm szépen, Anikom. Köszönöm. Szia, hú, de gyönyörű a szemed. Köszönöm szépen. Köszönöm, FR. Eszen Szandra lehetsz. Te is nagyon szép vagy, Szandra. Szia! Sziasztok! Szép a szemed. Köszönöm, Niki. Szia, szia, Csilla. Szia, Szilvia. Kék szín, jól áll. Köszönöm szépen, Mónika. Igen, mert szeretlek titeket, kedves emberek vagytok. Köszönöm szépen, Zsamu. Örülünk neki, hogy kedvesnek tartasz minket. Ti is nagyon kedvesek vagytok, Zsamu, te is nagyon. Zsuzsanna, mennyi idős vagy, ha megkérdezhetem? 42, ezt már lehet olvastam. Marica, mindenképp. Szia, nagyon szépek a szemeid. Köszönöm szépen, köszönöm, én is imádom a Máj 77-et, nagyon jól áll a kék szín. Én is szerettem a Máj 77-et. Imádom Pesten a butikot, szeretek megtekinteni. Azt a mindenit le a kalappal. Köszönöm szépen, köszönöm, igen, Szandra. Az lehetetlen. Micsoda? Menje itt el, jól kijössz. Egy menyemnek való van a Lottika. Egy menyemnek való van. A lányomnak van férje. A vejem. A vejemmel jól kijövök, igen. De a Lottikával is. De ő a fiamnak a barátnője. Fiatal nagymama, ki sem nézném belőled. Nagyon fiatal vagy. Köszönöm szépen, VVRG. Isten áldjon titeket, családoddal együtt. Nagyon szépen köszönöm, Anita, titeket is áldjon az Isten. Viszont kívánom nektek. Olyan szépek vagytok együtt a férjeddel. Köszönöm szépen, Lacikám. Köszi szépen, kedves vagy. Köszönjük. Hány éves vagy? 42. Csenge, szia! Szilvia, megmutatod a körmöd? Igen. Még ételt nem szabad enni kedden. A vaddisznó pörköltet. Nem tudom. Szia, 42, ez most vicc. Nem viccelek, 42 vagyok, és nagyon-nagyon jól érzem magam. Fénykoromba vagyok. De tényleg. No kedlit? Nem szabad enni kedden? No, ja, no ked, no ked. Jaha, értem. Köszönöm, Saci, már vártam egy ilyet tőled, már hiányoltam ezeket. Köszönöm szépen, sokat tanulok tőled is. No kedlit. Köszönöm. De gyönyörű vagy, Szilvia. Köszönöm szépen, Szilviám. Te is az vagy nagyon. Azt hittem, 35 éves vagy. Nem, 7 évvel több. Hát én nem néztelek annyinak. Na, köszönöm szépen, Brigin. Örülök neki. Örülök. Köszönöm. Nálunk este balhé volt. Jöttek. Kicsoda, Tibor? Ki balhézott már veletek? Azt a mindenit. Csúnya bácsik, mi? Az nem semmi. Balhéztak nálatok. Mi? Jaj, mi csak kb. 23-24 lennék. Ó. Nem mondom, hogy de jó is lenne, mert most jól érzem magam nagyon így ebbe a 40-esbe. Ebbe a 40-esbe, a 30-asokba, a 40-es éveben nagyon jól érzem magam. Sokkal tapasztaltabb vagyok, ügyesebb vagyok.
Szerintem a kisugárzásom is sokkal jobb lett. Komolyan mondom, gyönyörű nő vagy, nagyon jól tartod magad. Köszönöm szépen, Brigikém, nagyon kedves vagy. Puszi Maricám, köszönöm. Köszönöm. Hopp, na, jelzett a Bratyesz. Pont a Falkó bátyát mondom, jelzett a Bratyesz. Meg kell csinálnom most már a rántott húsit. Csak mondom, egy olyan fél órácskára beugrok már hozzátok beszélgetni. Szia, de jó, a fülbe valód, igaz? Azt figyelem én is, most tettem először a fülembe. Aha, szép. Most látom amúgy rendesen. Nagyon szép vagy a te korodban. Köszönöm szépen, Mari. 1-2-3-6. Köszönöm szépen. Köszönöm a követéseket is. Látom, hogy követtek is most. Karóval mentél ki? Ne balhézzál már. Nem kell balhézni. Nem, ez a gyűrű, ez külön van. Nincs hozzá gyűrű. Ez kék. Türkisz kék. A gyűrű pedig rózsaszín. Na, megyek. Majd még jövök vissza majd hozzátok, csak bejöttem egy kicsit dumcsizni, de nagyon jól beszélgettünk. Igen, vannak gyerekeim, van két gyerekem, van már egy unokám is. Megcsinálom a rántott húsit frissen, szereti. De már mennem kell, de majd jövök vissza, tényleg. Szabad kérdezni, hogy hol vásároltad azt a csodás fülbevalót? Ez a fülbevalót még a múltkor vettem a Pennybe. Ez a Pennybe van. Rendesen a bevásárló Pennybe, az árványon. Szia, Csini vagy, jó főzés. Követlek, köszönöm szépen, köszönöm. Na jó, Elena. Puszi neked is, Elenám. Na, megyek. Skacok. Szép a szemed. Hát köszönöm. Valami csodás, nagyon jól áll neked. Jaj, köszönöm szépen. Szia, Dórim, szia, drágám. Na, sziasztok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Megcsinálom a bátyának a húsit. Frissen szereti, jön a munkából haza. És majd jövünk majd vissza. Jövünk vissza majd a Farkóval, jó? Jaj, Szilvikém, most tényleg mennem kell, már meg kell csinálnom a húsit, mert már nem soká dél, és kb. Egy fél óra múlva jön, addig ki kell rántanom, vagy 20 szelet húst. Láttál a Lidl-be? Na, ágott a balog, igen? Jó, minden jött oda egy pacsira. Az jó, hogyha láttál minket. Én is láttalak volna. Oda jöttél volna. Na, majd beszélünk. Jó, majd jövök vissza nem soká. Megcsinálom már a kaját, jó? Mert aztán éhesen itt majd mondja, hogy még nincs kész, tudod, éhes még. Éhesen jön haza. Na, szia, sziasztok, szia, Andi. Jók legyetek, puszi.